Szeretettel köszöntök benneteket a OTP Bankliga 7. fordulójának bajnoki mérkőzését követően. Külön köszöntöm Nagy Tamásodat, a Ferencváros vezetőedzőjét, illetve Marian Vlakurat, a Vasas Híd vezetőedzőjét. Engedjétek meg, hogy szokásunkhoz szívem az első kérdést, én tegyem fel a két mesternek, és aztán átadnám a szót nektek. Tamás, hihetetlen görcs látszott csapatod játékán. Szerintem most még, ha két napig játszik a csapatod, sem rúgtok volna. Jó, ezt nem tudom, hogy meddig játszunk, akkor lesz gól. Ezt tudom, hogy most nem rúgtunk gólt, tehát a 90 perc alatt. Nagyon rossz idő volt megint az, amit meg kellett élni a csapatnak, így is bizonytalan kezdjük a mérkőzést, nagyon nehéz jól elindulni a játékba, és mindig a mérkőzés elején történnek ilyen lehetetlen helyzetek, hogy amire felkészülsz, abból kapsz gólt. Utána úgy éreztem, hogy a csapat kijön ebből a görcsös állapotból, és elkezdi végre játszani azt a játékot, amit rövid egy, hét vagy nyolc nap alatt próbálunk építeni. Én úgy gondolom, hogy rengeteg helyzetet is sikerült kialakítanunk, de ezt a játékot gólra játsszák, és nem éreztem azt a magabiztosságot a végjátékba, aminek ilyen helyzetben a jó döntéshozatalhoz, a megfelelő koncentrációval rendelkező játékosoknál megvan, és akkor ezeket tudták volna realizálni. Ez egy hosszú folyamat lesz, én úgy gondolom, amíg ebből a pszichés görcsből ez a csapat föl fog épülni. De én úgy érzem, hogy a játékosok maximálisan a napi munkában már adják hozzá magukat. A siker az, ami hiányzik, és én tudom, akkor minden megpróbálkozni. Köszönöm szépen. Marian, Győrben már egész jól játszott a csapat, annak ellenére, hogy 3-2-es vereséget szenvedett. Múlt héten Zalaegerszeg ellen már pont volt, most a Ferencváros ellen győzelem. Szép lassan elindul a Vasas fölfelé? Čestitao bi jednoj drugoj momčadi, mislim da je utakmica bila korektna, možda ne dovoljno kvalitetna, ali ovog časa moji igrači su pružili jedan maksimum i ja im to na tome čestitam na jednoj velikoj borbenosti. Tehát mind a két csapatnak gratulálni kell a mutatott harcias játéka, nem annyira a minőség volt a fontos, hanem inkább a harc. És én külön gratulálok a saját csapatunknak, hogy megnyerték a mérkőzést. Viszont a utakmica bila za nas vrlo teška u psihološkom dijelu. Tehát a mérkőzés pszichológiai nagyon nehéz volt a mi részünkre, a mi csapatunk számára. Jel smo morali osvojiti tri boda. Muszáj volt megszerezni a három pontot. Igrajući proti jednoga protivnika sa velikom tradíciom. Egy nagy múltú csapat ellen kellett megszerezni a három pontot. És szigorúan, de mi a budúcsnosti mozsemo i moramo bolje. Mi biztos, hogy a jövőben bírunk muszáj többet is, nyújtsunk is többet is bírunk.